Ha ön alig múlt 7 esztendős, az ágy alatt egy fürkölt, a párnáját egy pók családdal osztja meg, és ön ettől nem hogy irtózna, de lelkesedéssel figyeli a kisállatok megnyilvánulásait. Van esély. Önből lehet a 21. század első nagy polihisztora. Herman Ottónak legalábbis többek között ezek a környezeti hatások jelentették az indítatást. Egy polihisztor gyermekkora. Amikor Herman Ottó 7 éves lett, a család Diósgyőrbe települt át. A kirurgus édesapa nagy természetjáró és híres ornitológus is volt. Erdei kalandozásaira gyakran magával vitte a kis Ottót is. Amikor hazatértek, mindig volt valami zsákmány. Ritka lepke, bogár vagy befogott énekes madár. Képzeljenek el egy olyan házat, ahol még a nappaliban is idomított madarak röpködnek. És az sem meglepő, hogyha a kis Herman Ottó felébred, a párnáján éppen egy szép példány pókocska pihen. Az erdő szinte valamennyi lakója otthonra lelt a Herman családnál. Ahogy Herman Ottó visszaemlékszik, a szülői ágy alatt egy fűri lakott, és reggelente onnan előtipekbe fejét félrehajtva, egyik szemét behunyva várta, hogy kitől kapja az aznapi legyét. Nem kérdés, hogy az Ace Ventura forgatókönyvírói Herman Ottó életéből merítettek ihletet. Ottó nyughatatlan gyerek volt, a szülei aztán várhatták, hogy előkerüljön sárosan, horzsolásokkal, szakadt nadrágban, de a sebében mindig valamilyen kincsel, lárvával vagy madárkával. A vadregényes Hámor völgyében eltöltött gyermekévek olyan meghatározók voltak a számára, hogy később ezt a vidéket vallotta szülőhelyének. A makacsság és a kíváncsiság pedig egy életen át vezérelte.